Nos, akkor most a koszinusz függvényt ábrázolnánk és jellemeznénk. Először is kezdjük azzal, hogy az f valós számok halmazába, képző. Fx egyenlő koszinusz x függvényt úgy hívjuk, hogy koszinusz függvény. Na most itt is fontos az, hogy ez valós számokat képez a valós számok halmazára. Éppen ezért, amikor a koordinátrendszert megrajzoljuk, akkor a színusz függvénynél tapasztalatok itt is érvényben maradnak, azaz radiánban kell megadnunk a x tengelyen a értékeket. Az y, ez négyzetrácsos lapon egyébként úgy néz ki, hogy célszerű három négyzetrácsot választani pi per 2 egységnek, az y tengelyen pedig mondjuk 4 négyzetrácsot egy egységnek. Ugye alapvetően a koszinusz függvény az a nullához egyetrendel. A pi per 2-nek, azaz a 90 foknak a koszinusza nulla, pi-nek, tehát 180 foknak mínusz 1, 3 pi per 2-nek 0, 2 pi-nek, azaz 360-nak plusz 1, és a mínusz pi per 2-nek ugyanígy 0. És akkor ez a függvény valami olyasmi, mint a színusz függvény, csak egy picit ahhoz képest el van mozgatva, tehát kb. Így néz ki a koszinusz függvény. Az ahhoz képest, hogy a színusz hogy sikerült, egész jó lett. Nézzük a jellemzését. Először is az értelmezési tartománya, ugye a valós számok halmaza. Az érték készlete a színusz függvényhez hasonlóan a mínusz 1-1 zárt intervallum. Ennek a függvénynek is van zérus helye, mégpedig nem is kevés. Ezt a színusznál is úgy csináltuk, hogy kiválasztottunk egyet, például jelen esetben a mínusz pi per 2-t. És ehhez a mínusz pi per 2-höz képest ugye egy pi-vel kell arrébb mennünk, tehát minden további pi-vel történő elmozdulás során újabb zérus helyhez jutunk, tehát mínusz pi per 2 plusz k-szor pi a zérus helynek a halmaza, ahol k egész szám. Paritása. Ez a függvény páros, hiszen szimmetrikus az y-tengelyre, periódikus. A periódus hossza ugyanúgy 2π, mint a színusz függvénynél. Ugye itt az itt a mínusz π, ugye itt a szélső értékek közötti távolság, a színusznál is így néztük, ez 2π. Egyébként ez a múlt órán tanultakkal maximális szinkronban van, mert hogy azt tanultuk, hogy 360 fokos elforgatás az értéket nem változtatja. Ennek a függvénynek van szélső értéke, mégpedig van neki minimuma is, és van neki maximuma is. A helye, ugye a minimuma az itt van például, ugye nyilván elég sok minimum van, de például itt van neki egy. A helye x egyenlő pi plusz k-szor 2π. Az értéke az pedig y egyenlő mínusz 1. Maximuma ennek a függvénynek, hát nem akarom direkt az y-tengelyre rajzolni, de oda is rajzolhatnám, itt van maximuma. A helye x egyenlő 2π plusz k-szor 2π, az értéke pedig plusz 1. Nyilván itt is k eleme z menete. Ugye ezen az intervallumon itt, azaz 0 és pi között szigorúan monoton csökken, tehát azt írjuk, hogy 0 plusz k-szor 2π, pi plusz k-szor 2π zárt intervallumon szigorúan monoton csökken, illetve ezen az intervallumon, ugye pi és 2π között, tehát pi plusz k-szor 2π,
és 2π plusz k szor 2π zárt intervallumon szigorúan monoton növekedő a függvény. Ide is k eleme z kerül, hogy tudjuk, hogy ezek a betűk ezek milyen halmazból vannak. Korlátossága. Korlátos. Mégpedig a pontos felső korlátja, ugyanúgy, mint a színusz függvénynél, itt lesz, tehát a felső korlát 1, és hasonlóan az alsó korlát mínusz 1. És ez a függvény sem invertálható. És akkor ezzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meg is van minden jellemzési szempont, úgyhogy ezzel jellemeztük a koszinusz függvényt.